a Hajrát sportmagazinunkat látják, jó estét kívánok! Ahogy a tegnapi napszemlében már beszámoltunk róla, hazatért Győrből Kondás Elemér. A rutinos vezetőedző, a labdarúgó NB2-ben szereplő Etónál dolgozott, de a koronavírus járvány miatt a klub egy évvel lerövidítette szerződését, ami így már csak ez év június 30-áig érvényes. Könnyen elképzelhető, hogy addig nem folytatódik a bajnokság, ha folytatódik egyáltalán, így 9 bajnokival a háta mögött távozhat Győrből Kondás Elemér. Erről beszélgetünk a következő percekben. Jó estét kívánok! Jó estét kívánok! Szeretettel köszöntöm a televízió nézőit. No, hát ez egy nagyon érdekes történet ez a győri, mert hogy decemberben került oda vezetőedzőként, és hát nyilván az egész világot sújtó koronavírus járvány miatt már most március közepén véget ért a bajnokság. Lehet-e értékelni ezt az időszakot, és ha igen, hogyan? Hiszen valószínűleg már azért tényleg itt egy értékelést le lehet vonni, nem valószínű, hogy folytatás lesz. Hát az igazság, hogy nagyon nehéz értékelni, mert ez egy rövid időszakot ölel föl. Ugye a decembert, hogyha nézzük, december 2-án kerültem oda, a decembert, ha nézzük, 3 mérkőzés volt, az 10 nap alatt igazából az lement, aztán az effektív munkát az január 2-ától kezdtük el, sikerült 2,5 hónapot dolgozni, aztán sajnos itt a vészhelyzetre való tekintettel megállt a bajnokság. Én azt úgy mondom, ez ugyanolyan, mint egy futballmérkőzésen, csak azt a labdarúgót lehet értékelni, aki legalább a mérkőzés nagy részén szerepel, tehát 20 percig, az első 20 percig nem nagyon szokták értékelni, úgyhogy nem mennék bele én is ebbe az értékelésbe. Nyilván vegyes volt ez a 2,5 hónap, vagy 3,5 hónap, hogyha veszük a decembert is, de nyilván nagy tervekkel indultunk el Győrben, sajnos ez a vészhelyzet most nagyon sok mindent átírt, nem csak Győrben, hanem szerintem sok helyen. Lehet ebből valamiféle pozitívumot levonni? Volt-e úgymond haszna annak, hogy ez a 3,5 hónap egy NB2-es csapatnál az ország túlsó végén, ott hogy működnek a dolgok, bármi, amiből le lehet vonni esetleg hasznos következtetéseket? Én azt mondom, hogy mindenből lehet pozitívat és negatív. Az emberre mindig történnek pozitív és negatív dolgok is, úgyhogy mindenből lehet levonni következtetéseket és tapasztalatokat. Nyilván most is gyűjtöttem néhány fontos tapasztalatot. Ami kifejezetten érdekes itt Debrecenben, hogy ugye nyáron vette át a Deac irányítását tavaly nyáron, és az első fél évben hát szerintem minden várakozáson felül szerepelt a csapat. Ennek megvoltak az okai, leginkább a kemény munka, erről beszélgettünk korábban is, és ez a csapat nagyon szépen szerepelt. Mennyiben volt esetleg fájdalmas döntés, vagy nehéz döntés itt hagyni azt a munkát, ami elkezdődött, ami felépült a fiúkkal? Mind a kettő igaz, nehéz is és fájdalmas döntés volt. Viszont úgy éreztem, hogy egy patinás klubhoz tudok kerülni, nagy célokkal, és nyilván én még szerettem volna, meg szeretnék még első osztályba dolgozni, és úgy nézett ki, hogy ott talán közelebb tudok kerülni ehhez az elképzeléshez. Úgyhogy fájó szíve hagytam itt a csapatot, mert egy nagyon jó közösséget, egy nagyon jó csapatot, jó összetételű csapatot hagytam itt akkor ezért a felkérésért. És tehát olyan játékosok, jó volt az összetétel, jó volt a fiatalok, a közép korosztály és a úgynevezett idősebb, rutinosabb labdarúgók aránya, és egymást nagyon jól tudták segíteni, pályán belül és pályán kívül is egyaránt. Esélyes lehetett volna ez a csapat a feljutásra? És hát ilyen szempontból nyilván adja magát a kérdés, hogy a Győr ugye NB2-es csapat volt, de megvolt az esély arra, hogy itt az NB3-ból feljusson a Deac. Ez a fajta munka nem volt esetleg annyira motiváló, hogy mégis itt tartsa önt? De motiváló volt, és én amikor nyáron elkezdtem a munkát, akkor én ugyanúgy teljes mellszélességgel végeztem a feladatomat itt a Deacnál. Viszont ugye az volt a terv, amiről korábban is beszéltünk, hogy szeretnénk megvalósítani itt Debrecenben azt a lépcsőfokot, ami korábban működött, hogy meg lett volna a Lokinak a második csapata a megye első osztály, az NB3, a Deac föl tudott volna kerülni az NB2-be, és akkor lett volna az első osztályú csapat. Tehát a Deac igazából nem tervezte azt, hogy majd NB1-be fog fölkerülni, hanem igazából NB2 lett volna, vagy lenne az a legmagasabb szint, és akkor így meg lett volna a lépcsőfok. És tulajdonképpen ezért vállaltam el a Győrt, hogy ott talán hamarabb oda tudok kerülni az első vonalhoz, az első osztályhoz. Úgyhogy, de amiről beszéltünk, hogy lett volna esélye rá, meg egyáltalán, hogy hogyan nézett ki ez a csapat, tehát látszott az eredményekből is, hogy nagyon jól lehetett velük dolgozni, akarták a munkát, szerettek dolgozni, és ennek meg is lett az eredménye.
állóvíz van most a futballban, és hát nyilván még úgy beszélgetünk, hogy június 30-ig élő szerződése van a Győrrel, viszont nyilván azért már nagyon sokan gondolkodnak azon, hogy mit hozhat a következő szezon, remélhetőleg elindul. Vannak-e ezzel kapcsolatban tervek, tapogatózások, azért nyilván itt Zuhany Híradó sok mindent csiripelnek a madarak, kik hova kerülhetnek, lesznek esetleg szabad edzőjárások. Pihenés, vagy mi a következő terve önnek? A pihenés, azt nem gondoltam komolyan, azért nem jellemző. Igen, hát ez tulajdonképpen kényszerpihenő mindenki számára, tehát hogyha látjuk, akkor mindenütt áll a futball. Elsősorban én azt várom, hogy induljon el a futball, aztán utána majd látjuk. Hát most jelen esetben szerintem nem ez a legfontosabb, hogy mi lesz holnap a futballban, hanem az a legfontosabb, hogy ezt a betegséget át tudjuk vészelni, itt akár Magyarországon, vagy akár Európában, vagy akár a világon. Tehát legfontosabb dolog, én most nyilván azt tartom, hogy az emberek ne betegedjenek meg, minél hamarabb gyógyuljanak meg, akik megbetegedtek, és ezt a vírust magunk mögött tudjuk majd. Biztos, hogy nehézségeket okoz majd a gazdaságnak is ez a kihagyás, tehát ebből fontos lesz, hogy hogyan tud felállni a gazdaság, és ez hogyan kapcsolódik majd a sporthoz, mert a sporthoz is ugyanolyan nagy szükség van rá, pontosan azért, hogy olyan emberek éljenek a földön, a világban, akiknek az immunrendszere erős, és ezt nyilván a sportolás ehhez segít. Úgyhogy jelenleg én is betartom a szabályokat, ha nincs fontos dolog, akkor maradok otthon, és megpróbálok házi munkával elfoglalni magam, de nagyon várom már, hogy menjünk dolgozni, nagyon várom már, hogy futballozzunk. Igazából két hete maradt abba a bajnokság, de már nagyon hiányzik. Úgyhogy hát aki hozzászokott ahhoz, hogy minden nap menni kell, az nagyon nehezen viseli ezeket az időszakokat. És a futballal kapcsolatban, tehát a puhatolózások, azok meg esetleg majd később fognak elkezdődni. Most jelenleg szerintem mindenki azzal foglalkozik itt, ugye a legtöbb klub, hogy hogyan tudja túlélni ezt az időszakot. Pontosan ezért vannak ezek a megszorítások is több klubnál. Van, akinél ilyen, van, akinél olyan megszorítások vannak. Van, aki így oldja meg, van, aki úgy. Látjuk, tehát ezt nyilván a klub saját büdzséje szerint alakítja ezeket a dolgokat. Úgyhogy nyilván most egyelőre várakozó állásponton vagyunk, aztán meglátjuk, mit hoz a holnap. Egy személyes véleményt hadd kérjek a koronavírussal kapcsolatban, hogy itt a bajnokságok felfüggesztésre kerültek, és kérdés, hogy folytatódik. Dolgozott első, másod és harmadosztályú klubnál is, és nagyjából nyilván azért átlátja ennek a rendszerét. Mi lenne az igazságos megoldás? Eredmény nélkül befejezni a bajnokságot, mindenképp lejátszani? Nyilván most sokféle megoldási javaslat van, függ attól, hogy hogyan folytatódik maga a járvány terjedése. De mi az, ami esetleg nagyon nem lenne igazságos megoldás, vagy ami felé el kellene indulni talán az MLS-nek, mert a legigazságosabb rendszer lenne? Hát igazságosságról szerintem nem tudunk beszélni, mert bármilyen döntés születik, az valakinek nem lesz jó, vagy jó lesz. Ugye most, hogyha a Deacot vesszük, igazából, ha most azt mondanák, hogy befejeződött a bajnokság, Deacnak jó lenne, mert akkor feljutó helyen van. Viszont akkor mit szólna a másik csapat? De ugyanez akár az első osztályban is. Aki most éppen kieső helyen van, akkor az azt mondja, hogy van még 8 mérkőzés, ők még a 8 mérkőzés alatt bíznak magukban annyiba, hogy ki tudják harcolni a bennmaradást. De hogyan hirdetnek ilyenkor bajnokot? Ki fog játszani a nemzetközi kupába? Tehát én azt gondolom, hogy itt igazságosan nem lehet dönteni. Nem is tudom, hogy mi lenne a jobb megoldás. Lehet, hogy az lenne, hogy jó, akkor ez a bajnoki év, ez kuka, úgymond, és akkor veletek jövőre ugyanitt, és kezdődne újra a bajnokság. Biztos vagyok benne, hogy ez se lenne igazságos. Úgyhogy nem irigylem a döntéshozókat, hogy milyen döntést fognak hozni, és hogyan folytatódik, vagy hogyan fejeződik be a bajnokság, mert én úgy látom, hogy ebből igazságosan sehogy sem lehet kijönni. De hát most, hogyha veszük a NB1 lebonyolítását, az se igazságos. Mert ugye három forduló van, és van, aki itt játszik többet, van, aki ott játszik többet. Tehát most, hogyha nézzük, akkor már az se teljesen tökéletes. De én azt gondolom, hogy ebbe a helyzetbe nem lehet igazából jó döntést hozni. No, hát meglátjuk majd a fejleményeket. Nyilván most tényleg egy ilyen pihenősebb időszak van, legalábbis így tényleg a kényszerszünet miatt. Viszont én nagyon jó munkát kívánok a következő hónapokra, remélhetőleg megoldódik a helyzet, és hát ősszel meg talán új csapatvezető edzőjeként tudunk majd beszélgetni. Meglátjuk, mit az a jövő. Ehhez sok sikert kívánok. Bízom benne, nagyon szépen köszönöm, és köszönöm a beszélgetést is. Ez volt a mai Hajrá, köszönöm a figyelmüket, viszontlátásra.